Utolsó simítások szeptember 1-én több ezer diáknak csengetnek be ismét. A gúlyák is költöznek, 1400 kollégistája már biztosan lesz a Miskolci Egyetemnek. Az irodalom meghitt szeglete könyvcserepontot avattak Miskolc belvárosában. Ez a Miskolc Ma, a Miskolc Televízió híradója 2022. augusztus 31-én, szerdán 18 órakor. Jó estét kívánok! Tragikus baleset történt Miskolc-Tapolcán. Információink szerint három férfi vesztette életét, amikor beszakadt egy pince. A három 30 év körüli fiatalember felújítási munkálatokat végzett, ekkor történt a baleset. A bővítés alatt álló pince mennyezete rájuk omlott, és több tíz köbméter föltemette maga alá őket. A rendőrség közléménye szerint a férfiakat kihozni a pincéből az omlás veszély miatt speciális intézkedéseket igényel. Bányamérnökökre, geológus szakemberekre is szükség van. Úgy tudjuk, a holttestek kiemelése akár napokig is eltarthat. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés gyanúja miatt indított büntető eljárást. A történtek után Verespál polgármester is a helyszínre érkezett, hogy tájékozódjon a körülményekről, illetve a műszaki mentésről, és részvétét fejezte ki az elhunytak családtagjainak. Most biztosította a rendőrség a helyszínt, katasztrófa védelem intézkedett, a speciális szakembereket pedig még várják ide, hát így gyakorlatilag sok mindent nem tudnak tenni, mert egyértelmű sajnos a tragédia, úgyhogy ismételten csak az őszinte részvételmet szeretném kifejezni a családoknak. Tanévnyitó értekezlet, takarítás és a termek felkészítése. Az utolsó simítások zajlottak ma a tanévkezdés előtt. A folyosók egyelőre csendesek, de szeptember 1-én az üres falak közé ismét élet költözik. A Miskolci Szakképzési Centrum intézményeiben holnap több mint 1500 új diák kezdi meg a tanévet. Helyükre kerültek a padok és a székek, a terem kitakarítva, készen áll a gyerekek fogadására. A Kós Károly Építőipari Kreatív Technikumban szeptember 1-én 55 osztályban 930 diáknak csöngetnek be. A nappali osztályok azok elég egyértelműek. Tanévnyitó értekezlet, az iskola kezdésre a tanárok gőzerővel készülnek, de nyáron a diákok is kivették a részüket az iskola felkészítéséből. Nagyon szeretnénk, hogy a tanulók jól érezzék magukat az iskolában, így a kreatív ágazat tanulói a nyári gyakorlat keretében szépítették a tereket, az itt mögöttem látható büfé előteret is ők festették, ezzel is szeretnénk elérni, hogy a tanulók kedvel járjanak az iskolába. A Miskolci Szakképzési Centrum 10 iskolájában kezdődik el csütörtökön a 2022-2023-as tanév. Több mint 1500 új diák ül majd az iskolapadokba. Az új év két új képzési lehetőséget is hoz. Például a kreatív technikumi képzés is ebben az évben el tud indulni itt Miskolcon a Kós Károly Építőipari és Kreatív Iskolában, illetve az oktatási ágazatban is el tudunk indulni a mezőkövesdi iskolánkban. A szakmai fejlődésen túl pedig több intézményben is nagyobb fejlesztések valósultak és valósulnak meg. A Bláthy Otto villamosipari technikumunkban is az átlagosnál nagyobb nyári munkálatok voltak, hiszen ott az ősszel az ország első ilyen robotika, ipari robotlaborját fogjuk átadni. Még zajlanak így a felújítási munkák a Szemere Bertalan Technikum Szakképzőiskolában és a Szent Páli Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképzőiskolának az épületében is. Az első tanítási nap mindenhol az iskolával való ismerkedésről, a kötelező feladatok elvégzéséről és a tankönyvek kiosztásáról fog szólni. Már érkeznek az első beköltözők a Miskolci Egyetem kollégiumaiba. Idén összesen 1400 hallgató jelentkezett az egyetemi szálláshelyekre. Az elsőévesek közül pedig több mint 300 diák szeretne kollégista lenni. Az Uni Hotel és a 6 kollégium összesen 2000 férőhelyen rendelkezik, és még vannak szabad helyek.
A térítési díjak 12 és 23 ezer forint között mozognak az állami ösztöndíjas hallgatók számára, de a legmagasabb összeg a költségtérítéses diákok esetében sem haladja meg a 29 ezer forintot. Van, aki bőröndökkel érkezett, más bevásárlókocsiba pakolja a holmiát. Megérkeztek az első beköltözők a Miskolci Egyetem kollégiumaiba. Az egyetem városban összesen 2000 diákot tudnak elszállásolni. Szülei segítenek a költözködésben Nagy Dórának. Első éves a Miskolci Egyetemen, a Heves megyei Kárról érkezett a városba. Azt mondja, izgatottan várja a diák életet. A tanítástól picit félek, de akkor itt ezt nagyon várom. Telepakolt bevásárló kocsival érkezik Juhász Hunor, ő már rutinos beköltöző, harmadéves az egyetemen, minden évben kollégista volt. Azt mondja, gyorsan megy a költözködés. Elég jól. Hát elég sok cuccunk van, de annyira sok időm szokott igénybe venni. Inkább a regisztráció, a papírmunka szokott, ami több időt vesz igénybe, meg a sorban állás. A Miskolci Egyetem szálláshelyeire idén összesen 1400 hallgató jelentkezett, az első évesek közül pedig több mint 300 diák szeretne kollégista lenni. Eddig 1500-an nyertek felvételt valamelyik kollégiumba, így még nagyjából 500 fennmaradó hely van azoknak, akik még nem találtak szállást a következő tanévre. Az épületek, ahogy említettem, komfortfokozat szerint egy picit különböznek egymástól. Itt talán most a legújabb és a legjobb minőséget az EPER 1-es kollégium képviseli. Ez idén szeptembertől újra rendelkezésére áll a hallgatóknak, ez az elmúlt tanévben felújítás miatt zárva volt. Az Uni Hotel az rendkívül népszerű, szintén ott 2 plusz 2-es apartmanokban lakhatnak többnyire a hallgatók, van néhány önálló kétágyas szoba is, de az apartman jellegű elrendezés, ami leginkább jellemző. Az állami ösztöndíjas hallgatók esetében a térítési díjak 12 és 23 ezer forint között mozognak, de a költségtérítéses diákok sem fizetnek 29 ezer forintnál többet. Már a tanévnyitó előtti napokban megtelt a díszaula a Miskolci Egyetemen. Szerdán ünnepi szenátusi ülést tartottak, amelyen többek között sor került a gépészmérnöki és informatikai kartiszteletbeli professzora díj átadására. Az elismerést 1999-ben a kar 50 éves évfordulója alkalmából alapították. Minden évben olyan tudományterületükön nemzetközileg ismert professzoroknak ítélik oda, akik tevékenységükkel hozzájárultak a kar, illetve a tanszéken oktatók és kutatók munkájának eredményességéhez. Az ünnepi alkalmon tiszteletbeli doktori oklevelet, egyetemi kitüntetéseket, a Miskolci Egyetem kiemelt támogatója díjat, a címzetes egyetemi tanári címzet és címzetes egyetemi docensi címeket, valamint rektori elismerő okleveleket is átadtak. Vegyél el egy könyvet, tegyél be helyette egy másikat. Az ötlet egyszerű, és az ország több nagyvárosában nagy sikernek örvend. Miskolcon is felavatták az első úgynevezett lapozó könyvcserepontot, ami a Tudomány és Technika házánál kapott helyet. A gyors kölcsönző állomás a fenntarthatóságot is szolgálja, itt akár a megunt könyvek is leadhatóak. Akár csak egy aprócska menedék a könyvek világába a forgalmas belvárosban, ez Miskolc első lapozó könyvcserepontja. Ahogy látható itt a lapozó belső terében különböző polcokat láthatnak az ideérkezők. Egyszerűen kinyitják a könyvcserepontot, és válogatnak természetesen, ahogy egy könyvtárban is, vagy egy könyvesboltban tesszük a kötetek között. Használt antikváriumi darabok és új kötetek egyaránt megtalálhatóak a polcokon. Az ötletet megvalósító vállalat első lépésként 200 könyvvel töltötte fel az olvasóállomást. Több funkciót is megenged, egyrészt, hogy helyben olvassák az olvasók a könyveket, másrészt, hogy éppen erre jár valaki, megtetszik neki egy kiadvány, akkor adott esetben el is viheti azt, és meg is tarthatja. Ebben az esetben annyit kérünk, hogy helyette hozzon egy másik alkotást annak érdekében, hogy a könyvcserepont szép és aktív szerepet töltsön be a helyi kulturális életben. A Tudomány és Technika házánál egyébként is mindig történik valami. Most éppen energiahatékony közvilágítás kiépítése van folyamatban. A teret örökbefogadó és a házat működtető vállalkozó pedig ezt a kezdeményezést is örömmel karolta fel, és adott otthont a lapozó saroknak. Az, hogy
a kultúrának bármelyik szeglete, különösen az én szívemhez nagyon közel álló könyv keres itt helyet magának. Ez számomra egyértelmű volt, hogy ebben nekünk mi partnerek kell, hogy legyünk, és segítsük azok munkáját, akik ebben még hisznek, tehát hogy a printnek még van jövője, a kézben fogható könyvnek még van jövője. Az olvasást népszerűsítő kezdeményezést a Miskolci Önkormányzat is támogatta. Ezáltal a kultúra egy újabb színfoltja jött létre a Tudományos Technika Házánál. Létrejött valamikor egy tér, aminek egyik oldalán látjuk a Kálvária dombot és a múzeumot, másik oldalon a népkertet, a sportcsarnokot, a könyvtárt, és itt pedig mellettünk a Tudományos Technika Házát, amelyik már nem úgy működik, mint amit a neve is jelentett valamikor ebben a városban, hanem ma igenis egy magán kezdeményezésre, magán tulajdonba került épület, amelyik azt tűzte ki célul, hogy a miskolci kultúrát szeretné és kívánja szolgálni. Az országos könyves program tavaly indult el, a hálózat pedig idén tovább bővült. Az ötletgazdák bíznak benne, hogy Győr, Pécs és Debrecen után a lapozó program Miskolcon is sikert arat majd. Megosztott első helyen két pályamű nyert a Miskolci Nemzeti Színház dráma pályázatán. A teátrum vezetése műfaji és tematikus megkötés nélkül belföldről és a határon túlról is várta mindazokat a színpadi műveket, amelyek még nem jelentek meg semmilyen formában. A színház még az előző évadban hirdette meg a drámapályázatot a következő jubileumi 200. évadra. Misztikus módon éppen 200 pályamű érkezett. Ezek közül Komán Attila Kornél című műve és a miskolci szerzőpáros Zemlényi Attila és Kabai Lóránt Vasgyári eklogák című alkotása nyert. A művészeti tanács jelentette be a 200. jubileumi évad alkalmából meghirdetett drámapályázat győzteseit. A színház még az előző évadban írt ki felhívást, műfaji és tematikus megkötés nélkül belföldről és határon túlról egyaránt várta mindazokat az eredeti, magyar nyelvű prózai vagy zenés színdarabokat, amelyeket eddig még nem mutattak be sehol, és nem nyertek korábban díjat. Zemlényi Attila, Kabai Lóránt, Vasgyári eklóga. Komán Attila, Kornél című színdarabja. Megosztott első helyen két nyertest is hirdettek kedd délután. Misztikus módon éppen 200 alkotás érkezett a 200. jubileumi évad alkalmából kiírt drámapályázatra. A kiválasztás hosszadalmas folyamat volt. Először egy háromtagú előzsűri bírálta el a műveket, majd a színház művészeti tanácsa választotta ki a mostani nyerteseket. Béres Attila igazgató szerint két olyan mű is érkezett, ami hozzáad a magyar drámairodalomhoz. Ez két jelentős színdarab. Az egyik Komán Attila Kornél című darabja, amely a fiatalok, mai fiatalok 21. századi 20 évesek problémáját dolgozza fel, a másik pedig egy igazán miskolci történet, miskolci szerzőktől nagyon fontos dolog, és nagyon-nagyon örülök, hogy a zsűri így döntött, Zemlényi Attila, Kabai Lóránt, Vasgyári eklóga című darabja. Évadnyitó társulati ülés a színházban. Hivatalosan is elindult a 199. évad. Az első bemutató szeptember 9-én lesz a Nagy Színházban. A Falu Rossza Mohácsi János rendezésében kerül színpadra. A most kihirdetett két nyertes alkotással várhatóan a következő évadban felolvasóest alkalmával ismerkedhet meg a közönség. Ha szeptember, akkor kerékpáros verseny a Bükkben. Idén 6. alkalommal nagy érdeklődés mellett rendezik meg a Bükk kupát és a Somogyi József emlékversenyt. A Lilafüred és Jávorkút közötti 10 kilométeres viadalra szeptember 11-én kerül sor. Ám előző nap egy 85 kilométeres túra is lesz, valamint mindkét nap a kicsik számára a mini Bükk kupát is meghirdetik. A verseny megvalósítását idén is több cég segíti. 3, 2, 1, start! Egy rajta sok közül a 2021-es Bükk Kupa kerékpáros emlékversenyen. Az emelkedőkkel vívott biciklis küzdelmet 2017 óta rendezik meg.
A verseny idén is a miskolci sportélet kiemelkedő őszi eseménye lesz. A Jávorkútig tartó intenzív, 10 kilométeres hegyi szakaszon lebonyolított viadal pedig idén új elemekkel egészül ki. Egy hosszabb túrával bővül, amely azoknak az igényét elégíti ki, akik szeretik a hosszabb, keményebb távokat. Így a MLCC kerékpáros szakosztálya közösen az úgymond edzőkörünket tűztük ki, amely 88 km, 1500 méter szintkülönbséggel. Csapatban való megjelenés és az emberek buzdítása a mozgásra. Idén is ezekért a célokért vesz részt a technikai lebonyolításban a Miskolc Road Cycling Club. A pandémia most hozzájárult ahhoz, hogy egyre többen üljenek kerékpárra, nem csak idősebbek, hanem a fiatalabb korosztály is, és nem csak a profik, illetve az amatőrök körében is egyre népszerűbb a többnapos rendezvény. Sportolók idén is az ország minden területéről érkeznek majd. A megmérettetésből így vélhetően a térség is profitálhat, a verseny fővédnöke szerint. Láthatják a városunk szépségeit, tehát Lilafüredet, Miskolctapolcát, esetleg a Csorbató környékét, a belvárost, a történelmi javassal, és bízunk benne, hogy majd még a versenyen kívül is vissza fognak térni. Ezen felül az esemény nem utolsó sorban magát, a környezetbarát közlekedést is hirdeti. Több korcsoportban is meghirdetésre került ez a verseny. És maga a kerékpározás népszerűsítése is nagyon fontos akár a városunkban, hiszen a közlekedésfejlesztési stratégiánkban is kiemelt szerepet játszik a mikromobilitás fejlesztése, amelynek egyik válfaja a kerékpározás. A megmérettetés idén is a kicsik versenyével, a minibükk kupával egészül ki, amire egy hét alatt 80 nevezés érkezett. Ez a verseny minden évben olyan sikeres volt, hogy idén szombaton is, vasárnap is hirdetnek megmérettetést, kifejezetten a gyerekek számára. Kissé szeles, fátyolos idővel búcsúzik a nyár, részletek hamarosan az időjárás jelentésben. Mai riportjainkat is a Minap online-on nézhetik vissza. Maradjanak továbbra is velünk, ma este 19 óra 25 perctől új adással jelentkezik a Kilátó című közéleti magazinunk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!